szexárd, ahol a 18. század végén 25%-ról a 19. század végén 4%-ra csökkent a németeknek az aránya. Statisztikai adatokkal is alátámasztotta előadásának mondani valóját Eiblinger Ferenc tanár. A Schwab tárgyi örökséget bemutató eseményt a beszélgetés a múltról és jelenről programsorozat keretében szervezte a Bonyhádi Német Önkormányzat. Az előadásomban a Schwäbische Türkei néven ismert Tolna-Baranyai németségnek a néprajzi és művészeti emlékeit próbáltam bemutatni. Ugye Tolna-Baranyában itt egy elég zárt tömbben 200-250 ezer német élt a 18-19. Század során, és ők elég jelentős művészi hagyatékot is maguk után hagytak. Főleg a szakrális kisemlékek, az evangélikus templomok, pincesorok, és hát az egész előadásnak az egyik fő mondandója az a korai fachwerkes házépítésnek a megjelenése volt, amit az utóbbi évtizedben fedez fel a magyar néprajztudomány is tulajdonképpen. Az egyik fő mondani valója pont ezeknek az emlékeknek a veszélyeztettsége volt, mert ugye a kitelepítések és az asszimiláció révén nagyon sok falu hanyatlik, főleg az evangélikus templomok vannak nagy veszélyben, hiszen nagyon nagy részük az hívő nélkül maradt, és hát sajnos bontásokról, kényszerbontásokról is be kellett már számolni. Én ugye Mecsek Nádasdi születésű vagyok, ahol viszonylag sok sváb megmaradt a kitelepítés által, nem volt olyan súlyosan sújtott település, és hát ott nőttem fel közvetlenül a Kálvárja alatt egy régi sváb parasztházban, és valószínűleg innen kaptam ezeket a gyökereket. Tehát a környezetemben már így gimnazista fejjel így kinyílt a tekintetem ezekre a kis emlékekre, amiben Nádas gazdag volt, és már gyakorlatilag gimnazista koromban már elkezdtem én ezeket fényképezni. Aztán volt egy pár évtized kihagyás, de az utóbbi időkben ismét elkezdtem most már a tágabb vidéket is járni, tehát most már átnézek Északbácskai, Kalocsai Sárköz, sváb emlékeit is azért úgy fölkeresem, és így próbálom ezeket az emlékeket ugye gyűjteni. A 2013-ban megkezdett munkát szabadidejében és nyaranta végzi az előadó. Ez alatt több ezer fényképet készített. Ezeknek egy része az interneten is elérhető, mivel a felkeresett falvakról egy blogot is indított a tanár. Ma már vannak ugye pályázati lehetőségek is arra a falvaknál, hogy a helyi védettség alatt lévő emlékeket helyreállítsák. Ugye Tolna megyében ennek legszebb példája a Závod, ahol ugye a egykori polgármester, most pedig ugye Szász Gábor az, aki összefogja ezeket a tevékenységeket, és hát az ő áldásos tevékenysége nem csak Závodra terjedt ki, hanem most már a pécsi püspökség is ugye építészeként próbál ezekért az emlékekért tenni. Baranyában is nagyon szép példákat lehet mondani, főleg Feked az a falu, aminek a teljes utcaképét sikerült pályázatokból, ilyen-olyan támogatásokból rekonstruálni, és most már ugye ezekben a két faluban már azt is tapasztaljuk, hogy ott értékké válik. Például rengeteg helyen azt lehet tapasztalni, hogy a fachwerk, ami ugye egy régen egy ilyen eltakart rétege volt az épületeknek, az új tulajdonos, az ezeket helyreállítja. Hát ezek közül ugye sok ilyen német tulajdonos is van szerencsére, de egyfajta mintaként szolgál ez arra, itt maradottak is egyre jobban elkezdik becsülni ezeket a régi értékeket, és egyre nagyobb figyelem fordul erre, mert ez a néprajztudománynak ez egy erősen elhanyagolt területe volt. Tehát gyakorlatilag ugye még a néprajzi lexikonban még mind a mai napig olvasunk olyanokat, hogy az itteni helyi németség nem hagyott egyéni ilyen építészeti örökséget maga után, hát ez a tétel, ez már teljesen megdőlt az utóbbi évtizedek kutatásainak az eredményeként. Eiblinger Ferencnek komoly tervei vannak a jövőre. A szabadidejében végzett terepszemlék és az ott talált értékek lefotózása, ezáltal dokumentálása még folyamatban van. Ugyanis a 200 számításba vehető faluból 69-ben járt, a többit pedig a jövőben sorra felkutatja.